Folytatjuk tovább a délelőttet, és az IDH csapatáról, vagyis az In the House Hungary csapatáról fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban alapítójuk, egyik önkéntesük, Benkő Fruzsina, szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a nézőket. Nem kell bemutatni már benneteket, remélem a kedves nézőknek, de azért foglald össze tényleg röviden, hogy mivel foglalkoztok pontosan, mert mondtam, hogy gyerekeknek segítetek, hátrányos helyzetű gyerekeknek, na de hol és hogyan? Így van. Mi egy önkéntes csapat vagyunk, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozunk. Eddig 90, reméljük, hogy ebben a tanévben már 110 gyerekkel, akik 4 kis faluban élnek, Ináncson, Hernádszentandráson, Perén és Hernádbűdön. Minden hétvégén odautazunk hozzájuk, elsősorban Budapestről, de vannak önkénteseink az ország minden pontjáról, és fejlesztő foglalkozásokat tartunk szombaton és vasárnap ezeknek a gyerekeknek. Na és hát ez a lényeg, és kimondtad a kulcs szót, hogy önkéntesekkel, mert hogy egy egész komoly csapat verbúválódott össze melletted, mögötted, és hát végül is ők tanítják a gyerekeket, ők játszanak a gyerekekkel. Hogyan működik ez nálatok, vagy hogyan alakul így az önkéntesek szerepe? Én olvastam a közösségi médiában egy bejegyzést, hogy nálatok demokrácia van. Igen. Igen, így van. Nekem ugye nagyon fontos szerepem van, hiszen én alapítottam az In the House-t, és én viszem elől a fáklyát, és nem hagyom, hogy kialudjon. Viszont ez csapatmunka. Szoktam mondani, hogy én egyedül egy őrült lennék, akinek van valami furcsa ötlete. A csapat az, ami ezt létrehozza, és ami lehetővé teszi azt, hogy ez valóban egy világmegváltó projekt legyen. Hogyha valaki jelentkezik hozzánk önkéntesnek, akkor azonnal felkínáljuk azokat a lehetőségeket, amikbe becsatlakozhat, különböző területeken segíthet valaki, lehet közvetlenül a gyerekekkel, vagy lehet távolról segítő önkéntes, lehet olyan, aki az adminisztratív ügyekben segít, vagy adománygyűjtés szervezésében segít, tehát nagyon sokféle módon hasznosíthatja magát nálunk az ember. És azonnal be is vonjuk, tehát a befektetett munka az, ami megméri azt, hogy ki mennyire csapattag, vagy ki mennyire erős szerepet kap nálunk. Mindenkinek abszolút nyitva áll az ajtó, koordinátorok is vannak, akik a munkacsoportokat vezetik, ők is önkéntesek, tehát tényleg akinek amennyi belefér az idejébe, annyit tud tenni. Hogyan alakult ez így az évek alatt? Gondolom az elején ismerősök, családtagok, nem tudom, egyetemi csoportársak voltak azok, akik segítettek neked. Most honnan érkeznek az önkéntesek? Mindenhonnan, hála Istennek, azt kell, hogy mondjam, és nagyon izgalmas ez, hogy az ember tényleg azt gondolja, hogy van egy csomó ismerőse, akikre biztosan számíthat, és akkor kitalálja, hogy 210 kilométer az otthonától ma a gyerekeknek fog segíteni, és igazából nem sokan jönnek el. Tehát persze a családom eljött megnézni, hogy hol dolgozom, mit csinálok, de alapvetően inkább olyanok vannak nálunk, és olyanok is jöttek mindig, akik szeretnének nálunk önkénteskedni, szóval nem azért, mert engem szeretnek, vagy mert nekem a barátom valaki. Úgyhogy bárki, természetesen mindent megteszünk azért, hogy eljutassuk az üzenetünket minél szélesebb körbe, mert nagyon sok önkéntesre van szükségünk. Ugye ahhoz, hogy minőségi és valóban eredményes munkát végezzünk 110 gyerekkel, ahhoz nagyon sok önkéntesre van szükség. Úgyhogy így a Facebookon, fesztiválokon, egyetemeken, középiskolákban, itt a tévében, tehát hogy mindenhol, ahol lehet. És akkor fel is tettétek azt a kérdést, hogy milyen az ideális IDH önkéntes, akkor erre van mondjuk egy recept, vagy egy eddig bevált, nem tudom, stratégia? Igen, ez az egyik Facebook posztunk volt, úgyhogy ott írtam is egy ilyen listát, hogy milyen az ideális IDH önkéntes, ami ugye úgy kezdődik, hogy egy hétköznapi ember. Tehát nálunk tényleg az a fontos, hogy nagyon sokfélék az önkéntesek, és nem kell, hogy pedagógus legyen, vagy segítőszakember legyen valaki, aki hozzánk jön. Az az egy a lényeg, hogy nyitott legyen a szíve, rugalmas legyen, és be tudjon illeszkedni a csapatunkba, szeresse a gyerekeket, szeresse a cigány gyerekeket, ugye elsősorban cigány gyerekekkel dolgozunk, ne ütközzön meg azon, hogyha a szegényebb körülményekkel találkozik valahol, vagy hogyha egy nagyobb gyereknek mondjuk egy alap dolgot kell elmagyarázni, tehát mindig rugalmas legyen, nyitott legyen, lelkes legyen, és legyen hajlandó tanulni, mert van saját módszertanunk, amibe bele kell rázódni, és bele kell fektetni a munkát, meg az időt. És mondjuk gondolom jó, ha tud mondjuk egy-két kártyatrükköt, meg tud focizni, meg dekázni, meg zsonglőrködni, mert akkor talán a gyerekekkel is könnyen megtalálni
a közös hangot, de azért itt elég komoly, szintén a közösségi oldalatokon megjelent egy-két írásod, és itt az egyiket így ki is emelném, ha már akkor a komoly dolgokra kellene fordítani itt a szót, hogy tudtad, hogy a cigány gyerekek hatodikos korukra elvesztik az álmaikat, és akkor ezt boncolgattad, ezt mi alapján írtad, vagy mi a tapasztalatod így ezzel kapcsolatban? Ezt egy kutatás alapján írtam, és éppen egy nagyon izgalmas párbeszéd kezdődött el ezzel kapcsolatban, mert én azért a kutatásból ugye a Facebookra egy ilyen leegyszerűsített mondatot emeltem ki, de természetesen ez nem igaz, hogy minden cigány gyerek elveszítené az álmát hatodikos korára, viszont Szalai Júliának van egy immár 10 éves kutatása, ami Széttartó jövőképek címmel meg is jelent egyébként, és abban írja le, hogy a cigány gyerekeknek több mint 70%-a veszíti el az álmait gyakorlatilag, és hatodikos korára már elsősorban fizikai munkát végezve tudja magát elképzelni. Ez legyen vagy szó szerinti fizikai munka, vagy a szolgáltató szektornak valamelyik fizikai munkát végző ága, mondjuk a fodrász, vagy a pincér, vagy a szakács. Tehát ezt én nagyon hát húsba vágónak találtam, amikor olvastam, és ez tényleg ilyen nagyon mély motivációt ad nekem, hogy vigyük ezt a programot, és hogy segítsünk ezeknek a gyerekeknek megtartani az álmaikat. Igen, de ehhez mi az eszköz, vagy hogyan lehet itt a 4 icipici, mély szegénységben élő település lakói gyerekeit kiemelni onnan? Nem feltétlenül kiemelni, csak hogy adni nekik egy esélyt, hogy ne hagyják az álmaikat, adni nekik egy eszközt esetleg a kezükbe, ami mondjuk itt jelen esetben nálatok a tanulás. Így van. Emiatt nagyon fontos az, hogy önkéntes program vagyunk, és hogy nagyon sok hétköznapi ember vesz részt a programban. Ugyanis ez az eredmény, amit ez a kutatás is leír, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek, cigány, elsősorban faluban, szegénységben élő gyerekekről szól ez a kutatás. Tehát ahhoz, hogy ők elveszítsék az álmaikat, a többségi társadalom működésmódjai járulnak hozzá. És mivel mi önkéntesként a többségi társadalmat képviselve megyünk oda, és foglalkozunk velük, és így megpróbáljuk ellensúlyozni ezeket a negatív hatásokat, ezért én nagyon hiszek abban, hogy ez valóban tud működni. Az a szeretet, az a hit, az a bizalom, ahogyan az önkénteseink fordulnak ezek felé, a gyerekek felé, én abban bízom, hogy ez az az eszköz, vagy ez az a gyógyszer, vagy gyógyír, amivel ez ellen tenni tudunk. 90 gyerek, az rengeteg, a 110 pedig ugye még 20-szal több. Körülbelül szerintem a helyi iskolákban, általános iskolákban sokszor nincs ennyi gyerek, mint amennyi gyerekkel ti foglalkoztok. Amúgy a helyiek, vagy a szülők, a családok, ők mit szóltak ehhez, amikor, nem tudom, Benkő Fruzsina oda ment először, és azt mondta, hogy sziasztok, akkor jöttem nektek segíteni. Hogyan fogadtak téged? Az elején bizalmatlanok voltak, de nyitottak. Nyilván nekik nem nyilván, de nagyon kevés tapasztalatuk van arról, hogy valaki tényleg önzetlenül segít a másiknak, mert általában inkább a pályázatok azok, amik megjelennek ezekben a térségekben, ahol 3 évig valaki azért, mert ezért fizetést kap, nyújt valamilyen szolgáltatást, és utána ezek a programok megszűnnek többnyire. Nálunk ugye fordított volt a helyzet, mi a saját pénzünkön mentünk oda, és tényleg megszállottságból, vagy ilyen segíteni akarásból szerettünk volna tenni a gyerekekért. Eleinte azt mondtuk, hogy mi játszani jöttünk, és a gyerekekkel szeretnénk foglalkozni. Ennek örültek, mert nem sok lehetőség van az ilyen kis falvakban arra, hogy a gyerekek minőségi módon töltsék el a szabadidejüket, illetve látták, hogy szeretettel fordulunk a gyerekekhez, a gyerekek szívesen jöttek, és innentől kezdve áldásukat adták rá. Utána, amikor nyertünk pályázatot, akkor felütötte a fejét a sokkal nagyobb bizalmatlanság, hogy akkor mi ki akarjuk őket használni, mi akarunk gazdagodni rajtuk, pénzt akarunk felvenni azért, mert ott vagyunk. De aztán, amikor ez a pályázat véget ért, látták, hogy egyrészt a jó ügyre költöttük el a pénzt, nem nekem lett Mercedesem, vagy nem tudom, hanem tényleg a program épült belőle, illetve a pályázat lejárta után is ott maradtunk, úgyis, hogy nekem nem volt fizetésem, akkor azt szerintem egy olyan fegyvertény volt, hogy azóta ez fel sem merül. És azóta is a szülők
is jönnek és jelentkeznek a programban, szólnak, hogy van gyerekem, szeretném, hogyha járhatna hozzátok, stb. Tehát így látják az előnyét. És hát most már egészen hosszú távon gondolkozol, vagy gondolkoztok, és ugye belevágtatok egy fantasztikus nagy építkezésbe, és tényleg itt én követem a közösségi médiában az eseményeket, láttam, hogy betonoztok, meg én nem tudom én miket falasztunk, csináltok, fölé falasztatok. Igen. Hol tart most ez a közösségi ház, amit végül is a programnak szenteltek? Így van, egy központot építünk a programnak, ami önkéntes és gyerekközpont lesz, és valóban maximálisan szimbolizálja az elköteleződésünket, tehát ahogy a beton belefolyt a Hernád Szent Andrási földbe, az ilyen örökre emlékezni fogok erre a pillanatra, mert tényleg azt mutatja, hogy mi tényleg itt leszünk és itt maradunk. A födémet betonoztuk, ugye ez a plafon más néven, én ezt most az építkezés alatt tanultam meg, hogy a födém az az, ami fölöttünk van, és várjuk a faanyagot, várjuk az ács munkáját, közben várjuk, hogy a beton megszilárduljon, és kaptunk támasztólábakat egy cégtől kölcsön, azokat mikor tudjuk kivenni, és akkor elkezdődhetnek a munkák lent is, tehát épül. De még decemberig biztos, hogy épülni fog, és erre is nagyon sok szeretettel várjuk az önkénteseket, meg valószínűleg adományt is kell még gyűjtenünk, hogy Mikor tudtok beköltözni, vagy mikor vehetik birtokba a gyerekek úgy igazán a házat? Hát én remélem, hogy januártól már igen, de van, aki ennél szkeptikusabb, és azt mondja, hogy inkább február. De mondjuk a télen akkor a tavasz szeretném. Elejére a tavaszra már biztosan. Mindenki, a tavasz egy hatalmas nyitóbulit fogunk rendezni, és megünnepeljük. Aztán itt tényleg a adománygyűjtésre is fókuszáltok, de hát önkénteseket is toboroztok, itt a sofőrtől elkezdve a korrepetáláson át a feladatlapírókig, és azt láttam, hogy igazából nem csak Budapestről vagy a környékről lehet csatlakozni, hanem akár külföldről is lehet segíteni nektek. Hogyan? Így van, Skype-on is lehet tartani foglalkozásokat, ugye mivel nagyon sok gyerekkel szeretnénk dolgozni, ezért szükségünk van nem csak utazó önkéntesekre, hanem olyanokra is, akik online tudnak segíteni. Egyébként a feladatlapírás is olyan, amit külföldről tud csinálni valaki. Ez azt jelenti, hogy minden gyereknek van egy rá specializálódott önkéntese, aki neki írja a fejlesztő feladatlapokat vagy foglalkozásterveket hétről hétre. És az online foglalkozások tartásába is be lehet csatlakozni Skype-on, vagy Messengeren, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy online folynak ezek a foglalkozások, amik szintén egyére szabottak, a feladatlapossal és a gyerek mentorával folyamatos konzultációban zajlik ez a munka. Hogyan indítottátok el akkor az idei tanévet? Itt lelkesek voltak a gyerekek, vagy azért úgy húzták a szájukat, hogy iskolába kell menni, és tanulni kell, mondjuk hétvégén is egy kicsit? Ez nagyon érdekes, mert mindenki, vagy hát sokan szokták így kérdezni, hogy tényleg önkéntesen jönnek a gyerekek, és még hétvégén is tanulni akarnak, és tényleg akarnak, és jönnek. Tehát hozzánk nem kötelező jönni, hozzánk önkéntesen jönnek a gyerekek. Ráadásul most már van egy elég szigorú szabályunk arra, hogy mennyit lehet hiányozni például, mert van egy elég nagy várólistánk, és hogy ha vannak olyan gyerekek, akik igazából nem szeretnének járni, de foglalják a helyet, akkor az nem jó, mert hogy az új gyerekek nem tudnak bekerülni, és eddig egyetlen egy gyerek esett így ki, hogy nem akart igazából járni. Azért az egy a 90-ből, ami elég jó, igen. Tehát tényleg nagyon szeretnek jönni. Én azt gondolom, hogy tényleg az önkéntes és a gyerek közötti ilyen szeretetteljes meg odafigyelő kapcsolat az, ami megtartja a gyerekeket ebben. És ami miatt át tudjuk lőni azt is, hogy persze tanulni nem biztos, hogy jó, meg az iskolában lehet, hogy sok kudarc éri ezeket a gyerekeket, de nálunk mégis hétről hétre meg tudjuk teremteni annak a feltételeit, hogy a gyerek le akarja győzni saját magát és küzdjön. Jó kis pozitív pedagógia. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Nagyon jó munkát kívánunk erre a tanévre is nektek. Köszönjük szépen.